Sziasztok, én Peti vagyok, és ez itt az LHF. Ebben a videóban elkezdjük a hatodik küldetést a GoldenEye végigjátszásban. Hatodik küldetés, Szent Petersburg, első rész Statue Park és a Szobor Park, 0-0-ás ügynök nehézségi szinte. Fő feladatok, találkozzak Valentinnal, lépjek kapcsolatba és vegyem le a maszkját Jánosznak, találjam meg a helikoptert, mentsem meg Natáliát és találjam meg adatrögzítőjét. Háttértörténet. Severnaya incidens követően az MI6 elveszítette a Pirate helikopternek a nyomát. Valószínűleg a követő eszközt megtalálták és elpusztították. Natália Szimonova, aki visszatér Szent Petersburgba, annak ellenére, hogy nem tanácsoltuk ezt neki, eltűnt. Csak feltételezhetjük, hogy elkapták a János incidens miatt. Emleírása. Ez a szituáció kritikus 007-es. János tudja, hogy követjük őt, és ezért ő lépés előnybe van. Elintéztem egy találkozót egy ex-KGB ügynökkel, Valentin Zukovszkival a Statue Parkban, Szent Petersburgban. Azt mondja, hogy ő elintézhet egy találkozót Janusszal. Cool leírása. Most nincs semmilyen kütyű öreg fiú. Moneypenny? Egy hölgy bajban. Csak légy óvatos azzal a helikopterre, James. Statue Park, Szent Petersburg. Itt vagyunk az ügynökkel. Csak ez a fegyverünk van, ahogy tűnik, hangtompító nélküli DP7. De már is jött két katona, akit legyőztünk. Rendben, akkor kezdjünk el mozogni valamelyre. Úgy látom, itt jönnek a katonák rendesen. Meg kell találnunk Valentint, fel kell kapcsolatba lépni. Nézzük, nálatok milyen fegyverek voltak. KF7, igaz? Oké, okay, itt egy szobor. Ez tényleg egy szoborpark. De nem ilyen jó. Tetszik. Nézzünk körül, akkor találunk-e itt valakit. Nagyon hangulatos. Oh. Nézzük csak, merre lehetne. Itt van a kommunizmusnak a szimbóluma. SSSR. Hoppa, ez ott. Tényleg van. Jó, ez a fegyver. Ó, ha nem tévedek, itt lesz ide bent. Aha. Szia. Jó estét, Mr. Bond. Furcsa időket élünk. Egy ex-KGB ügynök találkozik egy MI6-es ügynökkel Szent Petersburg közepén. Ha, sose gondoltam volna, hogy segítek majd neked, de megváltoztak a dolgok Oroszországban. Janusz a Lenin szobor mellett fog találkozni veled, vigyázz, mert ő kozák áruló. Most mennem kell, az őrök jönnek, és félek, hogy elszatévesztenek majd egy kémmel. Most rám célzott? Nem lesz itt szerintem semmi gond, akkor menjünk a Lenin szoborhoz, ott fog velünk találkozni majd Janusz. Elintézte akkor azt a találkozót. Jó, ez már aranyszíni. Ott, mint láttam volna valakit. Na hát. Jó, ez a hely. Oké, itt Zsák utca. Akkor nem erre kell ezt menni. Ó, aha, erre lehet tovább jönni. Itt vagyok az aranynál. És itt erre úgy tűnik tovább lehet jönni. Ahol megtaláltam, itt pedig volt egy kis golyóálló mellé, ezt felvettem. Kicsit megsebződtem, amikor járkáltam és keresgéltem az utat, de szerintem most jó irányba haladok. Mindjárt meglátjuk. Aha, itt van egy szobor, és ez úgy tűnik, hogy ez az a szobor lesz lenni. De akkor hol van? Itt van hátul valahol. Ho, egy pillanat. Ott van. Jó estét, 007-es! Tedd el a fegyvert! Sértő, hogy azt gondolod, hogy nem számítottam ki minden további lépésedet. Ha nem dobod el, akkor megöllek. Ez már jó fiú. Eltettem a fegyvert. Alec? Te vagy Janusz? Igen. Az MI6-es hős visszatért a halálból. De miért, Alec? Megbíztam benned. Rossz helyen bíztál, James. Az én szüleim a brit kormányba bíztak. Elárulták őket, és az összes többi kozákat is. Megbosszulom ezt.
Mit tettél Natáliával? A lányjal? Ott hagytam a Pirate helikopterrel a kapunnál. Végeztem velük, most már nálam van az aranyszem tüzelési kulcsa. Egyébként a helikopter 3 percen belül fel fog robbanni, kétlem, hogy túléli. És elszaladt. Na most mi lesz? Én nem akartok lelőni. 3 perc? Hűha, gyorsan futás akkor innen. Meg kell menteni akkor. Nézzük, merre tudunk itt haladni visszafelé. Erre. Remélem, hogy jó útot... ez nem jó út. Ah, itt van náluk. Milyen fegyverük van? Ez nem a szokásos KF7, hanem valamilyen shotgun. Oho! Aztán... milyen fegyver ez. Tényleg egy automata shotgun. Oké, megvan a kiút. Erre kell jönni. Gyorsan. Menekülés. És megmentés. Ez a feladatom. De sokan vannak. Errefelé, úgy látom. De hát visszafelé csak megtalálom majd a helyet. Na igen, itt van a szimbólum. Jó irányba megyek szerintem. Több mint 1 percem van. Remélhetőleg visszaérek akkor. Aha. Itt egy kis híd féleség. És szerintem itt a domb oldalon felmegyek, akkor eljutok a kapuhoz. Szép adat teljesítve. Ott van a helikopter, meg Natália is. Natália. Natália, gyerünk. 15 másodperc múlva robban, gyere gyorsan. Gyorsan ne érte. Mindjárt felrobban a helikopter. Gyorsan, bújja. Itt szerintem elég messze vagyunk, nem? 3, 2, 1. Dur. Helikopter felrobbantva. Na jó. Meg kell találnom a adatrögzítőt. Várj rám itt a kapunál. Na, megyek akkor vissza. Itt kell lennie valahol. Húha. Ez a shotgun nem a legjobb. De muszáj vagyok visszamenni. És valahol itt megtalálni. Ott van. Oké, látom. Most már csak oda kellene menni. Gyorsan, el ne találj. Itt van, ez lesz az. Flight recorder. Meg is van. Ez a feladat is teljesítve. Gyorsan meneküljünk. Menjünk vissza akkor Natáliához, és elmenekültünk. Ennyi volt a küldetés szerintem. Igen, itt a helikopter. Nem van, hol van. Natáliát elkapták. Jól a fegyverrel. Mi történik? Kik ezek? Hopp, maga kicsoda. Jó napot, uram. Mr. Bond, úgy látom, hogy a Szent Pétersburgi éjszakai életet élet. Felrobbantod a helikoptert, lövöldözöd az őröket, jó kis estét volt. Nos, itt az ideje, hogy abba hagyd, mielőtt még valaki más is megsebződik. Néhány kérdést szeretnék neked és Miss Savonarolának feltenni az incidensről. Talán megkérhetlek arra, hogy elvezess minket a főhadiszállásra. Itt van egy kocsi, ami odakint vár. Akkor menjek ki. Jöjjön Mr. Bond, csak lépjen keresztül a kapun és eltisztíthatjuk ezt a félreértést. Na jó, van akkor. Jövök. És újra elkaptak minket. Tehát ez volt a 6. küldetés első része, minden feladatot teljesítettünk. Előrébb haladtunk a történettel, szerintem elég jó kis küldetés volt ez a zene, nagyon illett szerintem a pályához. De akkor befejeztük ezt. A következő részben az Archives pályát fogjuk teljesíteni, találkozunk legközelebb.